Mindent szállítanak a tóba, amiben hagyjuk meg a vattakát utána. Most tartjuk a madarakfák napját, illetve a hagyományos tavaszköszöntőnket. És az egyik szülőtől felajánlásként kaptunk egy lehetőséget, illetve hát a Rombaer Tamás úrtól. Kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy a lovas intóval elkocsikázhatunk a településen, illetve az arborétumban. Az évszaknak megfelelő verseket, dalokat tanulunk, például a karácsony ünnepkörnél a betlehemezést, Meg minden olyan dalt, verset, ami az adott évszakhoz, az adott évszakban jellemző növényekhez, állatokhoz kapcsolódnak, és akkor ezt kötjük egybe egy arborétumi sétával. Nem csak ilyenkor megyünk ki, de ilyenkor feltétlenül, és megnézzük az ottani növények, állatok változását, most például, hogy milyen kicsinyek születtek, milyen állatok vannak. Most mesélték, hogy költenek a házi állatok, a madarak, egyebek, ezeket szoktuk így megnézni. Valamilyen szinten újdonság, mert óvodai csoporttal nem olyan sétálni, mint a szülőkkel. Valamivel kötöttebb, valamivel másabb az információ, ami a gyerekekhez érkezik, de nagyon sok gyerektől hallom, hogy gyakran járnak ki az arborétumba, sőt, ők maguk figyelmeztetnek bennünket, hogy most menjünk ki, mert valami történt. Voltunk az arborétumban, lovaskocsival, láttunk lovakat, láttuk az arborétumban a vaddisznókat, meg még láttuk a szamarakat is, meg a varacskos disznó kijött itt a dagonyájából. Mert szeretem a vaddisznókat. Amikor az arborétumban voltunk, akkor nekem azt tetszett a legjobban, amikor a vadgörényeknél voltunk, meg a varacskos disznóknál, meg még az is tetszett, amikor a lovaknál voltunk, és néztük, hogy a kis csikók mit csinálnak, legelésztek. Meg még az is jó volt az utazásban, hogy sok-sok szépséget, virágokat, kis csifákat láttunk. És nagyon sok élményem van, ami ebben az évben van.